A Paks 2 Akadémia elnevezéssel alapképzésre épülő kétfél éves atomerőmű üzemeltetési szakmérnöki képzés indul ősztől hat magyar egyetemen. Az első megállapodás hétfőn született meg a Paks 2 Atomerőmű ZRT és a Pécsi Tudományegyetem között. A Tananyagot a Paks 2 ZRT a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel együttműködésben dolgozta ki. A hat egyetem a Paks 2 ZRT anyagi támogatása mellett indítja el az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot, ami ennek köszönhetően a hallgatók számára térítésmentes. A Paks 2 ZRT számára nagyon fontos a magasan képzett munkaerő Éppen ezért hívta életre a projekttársaság a Paks 2 Akadémiát, amely színvonalas képzési programot kínál az egyetemi hallgatóknak, emelte ki Lenkei István vezérigazgató, hangsúlyozva, hogy hosszú távú, stabil munka lehetőségre számíthatnak azok, akik elvégzik a képzést. Ha jönnek hozzánk dolgozni, akkor most nem csak az építkezésben, hanem az azt követő 60 évben, erre az időre 60 évre van tervezve az erőmű és üzemi természetesen elképzelhető még itt is. Erre az időre egy stabil, megbízható szakmát és szakmai műhelyt és munkahelyet fognak találni. A szakirányú továbbképzés két fél éve alatt a hallgatók alapszintű ismeretekkel gazdagodhatnak az atomerőmű technológiai részleteiről, az üzemeltetés folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól, az atomerőmű biztonságos működéséről fűzte hozzá a PAKS 2 ZRT vezérigazgatója. Kiemelte, hogy az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzést elvégző szakemberek megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be úgy, a hazai, mint a nemzetközi energiaszektorban. A 2019 őszén induló képzésre a választott intézmény felvételi rendje szerint lehet jelentkezni.